földrajzzal szeretnék majd foglalkozni később. Sikerült eldöntenem, hogy merre is szeretnék így tovább tanulni. Én elsősorban az Óbudai Egyetem egyik fehérvári kirendeltségét néztem meg, azon belül a földmérnöki ágazatot. A Jövőt záloga pályaválasztási szakkiállítás második napján a felsőoktatás képviselői hozták el ajánlataikat. A program megnyitójában Horváth Kálmán kormány megbízott arról szólt, a rendező Tolnamegyei kormányhivatal kiváló munkát végez évek óta, ennek köszönhető, hogy az összes fontos felsőoktatási intézmény képviselteti magát a kiállításon. Szekszárd egy jó hely, és ezt nyilván rajtunk kívül más is tudja. Tavaly is 19 egyetem, illetve főiskola volt ezen a rendezvényen, ez a szám ez most is megismétlődött. Látható itt a standokon, hogy az Egészségtudományi Egyetemtől kezdve Szent István Egyetemig nagyon sokan vannak itt, 19 kiállító, és nyilván a szakembereik vannak itt, akik próbálják a maguk irányába terelgetni a fiatalokat. Az Expo a felsőoktatási intézmények számára fontos, mondta a kormány megbízott. Ennek köszönhető, hogy évről évre visszatérnek. A felvételi számok is azt mutatják, hogy a megyei középiskolák olyan munkát végeznek, hogy a kikerülő diákok eséllyel indulhatnak a felvételiken. A Jövőt záloga kiállításra a következő napokban a középiskolába készülőket és családjaikat várják a szervezők.